Jó estét kívánok! A ma esti vendégem 12 éve azért dolgozik, hogy Budapesten legyen olimpia, és aztán váratlanul egy kerekasztal beszélgetés közepén tudta meg, hogy a kormány úgy döntött, hogy mégsem lesz. Akkor nagyon keményen reagált, és azt mondta, hogy ebben a pillanatban nem a momentumot kell elővenni, hanem a kormányt, hiszen milyen nemzeti ügy az, amelyet 266 000 aláírás semmisé tud tenni. Szalay-Berzeviczy Attila a vendégem, és mivel régóta ismerjük egymást, tegeződünk, szóval szia, örülök, hogy eljöttél. Mit rontott el a Budapesti Olimpiai Mozgalom? 2005-ben úgy indult, hogy mögé állt egy csomó olyan ember, akik nem is a sporttal vannak kapcsolatban, hanem színészek, közéleti emberek, újságírók, kutatók, és most meg ott tartunk, hogy úgy tűnik, hogy ki is hátráltak mögüle, vagy legalábbis nem pozícionálták magukat az elmúlt években. Mi történt? Hol romlott el? A BOM nem rontott el semmit, hanem azt gondolom, hogy dolgok, és azon belül elsősorban a politika sokat tud változni az elmúlt 12 évben, ezért az egy hosszú időszak, és ahogy változik minden, a gazdaságtól kezdve a nemzetközi környezetig, úgy tud embereknek a hozzáállása is változni az olimpiához. Ezzel egyébként nincsen semmi baj, mindaddig, amíg többségben vannak azok, akik alapították, vagy akik úgy gondolják, hogy az az ügy, amit az zászlónkra tűztünk, az jó. És ezek többségben maradtak? Hát azt tudom mondani, hogy igen. Nyilván volt lemorzsolódás, tudjuk kik ők, hisz számos közülük megnyilvánult most az elmúlt hetekben. Mondjuk a legerősebben Kepes András nyilvánult meg, igen, például, aki 2005-ben szerepelt a BOM olimpiai mozgalom reklámvideójában, és ő azt mondta, hogy jelenleg nem úgy áll ez az ország, hogy ő szívesen költene olimpiára, illetve utalt a korrupcióra is, és még számtalan dologra. Azért ezek fontos kérdések, hogy ezeket a BOM nem detektálta, tehát hogy nem vette észre, hogy közben átalakult a politika, átalakult a politikai paletta is egyébként, átalakult a szavazói eloszlás, és akkor valószínűleg átalakultak a vélemények is. Néhány helyen persze, ez nincs semmi baj, teljesen rendben van. Az az út, amit megkezdtünk 2005-ben, az egy nagyon hosszú távú projektnek volt az első lépése. Az olimpia megálmodása, megpályázása, elnyerése, megrendezése, majd az egésznek az zárása, ez általában egy 20 éves projekt a legtöbb város esetében, hogyha egyébként sikerrel, első-második alkalommal el is tudja nyerni. Szóval pontosan ez volt az a szép idea az egész olimpia ügyben, nem a stadionépítés, nem az, hogy van két hét marha klassz sportesemény, hanem az, hogy amikor beléptünk az Európai Unióban 2004-be, akkor egy Marshall-tervvel felérő pénztömeg várt lehívásra Magyarország által több cikluson át. És ez bizony lehetőséget teremt arra, hogy merjünk álmodni, merjünk nagyobb célokat kitűzni, sőt fontosnak tartjuk, hogy víziók legyen előttünk, amely egy rendező elfként, egy mágnesként tudja a gazdaság szereplőit orientálni. Na ez a vízió nem győzte meg, úgy tűnik az embereket mégse elég. Nem, azt gondolom, hogy az elmúlt hosszú években ez egy erős támogatottságot bírt maga mögött tudni. Ez is volt egyébként most egy alapvető probléma a meglátásom szerint, hogy mindenki a pályázat körül, beleértve jó magamat is, abból indult ki, hogy ha törik, ha szakad, itthon mindig van egy 60%-os támogatottsága az ügynek. És emiatt az elmúlt időszakban sokkal inkább fókuszált mindenki az igazi gyenge pontunkra, a nemzetközi harctérre, ahol ugye Budapest egy sokkal kisebb, esélytelenebb, úgynevezett outsiderként kelt versenyre a nagyok ellen. Tehát ott volt mind dolgozni. Azt most így utólag lezárult a dolog, legalábbis ideiglenesen mindenképpen, hogy nem gondoltál a BOM, nem gondoltad át te? Nem lett volna érdemes párbeszédet folytatni? Nem lett volna érdemes beszállni ebbe a népszavazási vitába legalább? Vagy akár a kezdeményezés mögé. 12 éven át folytattunk párbeszédet, csak nyilván addig, amíg nem volt olyan ellenpont az egész párbeszédben, mint amit most először a Momentum megjelenített, addig nyilván lehetett róla beszélni, számos vitán folyamatosan Minden évben én magam is részt vettem, de az embereket nem érdekelte. Sőt, még 2015-ben sem, amikor élesbe ment már a pályázat, nem csak egy feltételezett állam volt. Hogy azt mondod, hogy nem is vettek részt, vagy nem érdeklődtek? Nem vettek részt az embereket nem érdekelte általában. Tehát igazából a teljes országos figyelem az ügyre az elmúlt 3 hétre bent terelődött. De hát pont akkor kiszállni ebből a párbeszédből? Amit azt mondod, hogy 12 évig folyamatosan csináltatok, bár senkit se érdekelt. Pont akkor kiszállni, amikor rajta van a reflektorfény? Nem szálltunk ki, hanem abban a pillanatban nem arról szólt a diskurzus, hogy az olimpia jó vagy rossz, hanem arról szólt, hogy legyen-e népszavazás, vagy ne legyen népszavazás. És a mi tagságunk, ahogy ezt már elmondtam az elmúlt hetekben párszor, ebben nem képzett egy egységet, és nem is lehetett elvárni. Hisz 2 út van. Vagy a politika dönt valamiben, és az emberek elfogadják, vagy az emberek döntenek, és a politika elfogadja. Mind a 2 legitim, mind a 2 a demokráciának egy fontos pillére. És éppen ezért abból miután nem egy párt, nem egy pártfegyelemmel bíró szervezet, hanem vannak köztünk mindenféle ideológiát képviselő gondolkodók, sőt, hát általában cégvezetők vannak. Ezért a maga szervezet se nem ugrál olyan gyorsan és hirtelen, főleg átpolitizált pillanatokba be, másrészt pedig nekünk nem ez volt a kérdés, hogy legyen-e népszavazás vagy nem, mind a 2 elfogadható számunkra, hanem az, hogy olimpia igen vagy nem, és az viszont most kezdődött. Hát de azért mégiscsak az a helyzet, hogy nagyon markánsan jelentkezett egy igény. Tehát azért az bennem egy nagy kérdés, hogy a BOM alapítói és tagjai között az nem egy általánosan elfogadott demokratikus alapérték, hogyha az emberek szavazni akarnak, szavazhassanak? Dehogy nem. Akkor miért nem lehetett egységesen azt mondani, hogy jó, akkor csináljunk egy szavazást, utána elindul a kampány? Az egy teljesen más lett volna, mondjuk a Momentum megkeres minket, hogy csináljunk együtt egy olyan kampányt, mint 2 civil szervezet, és a kampány magáról a népszavazásról szóljon. Ezzel azonban nem, hogy nem éltek, hanem ugye nyitásból prejudikáltak egy irányt a népszavazásnak, olimpia, vissza kell vonni a kérdés, és negatívan volt föltéve, majd nagyon rövid idő alatt be is jelentették, hogy ők tulajdonképpen párt akarnak lenni, a politikai szerepvállalásuk itt a lényeg, a parlamentbe jutás. Na most egy ilyen narratívába semmi keresni valója a BOM-nak. Hát a BOM azért nem tarthatta magát teljesen távol a politikától eddig, szóval, vagy lehet, hogy tévedek, de az az elképzelésem, hogy amikor egyeztetések zajlottak, akár még 2014 előtt, vagy 2005 és 2014 között, igen, tehát a BOM megalakulásától mondjuk 2014-ig, amikor meg kellett teremteni valamiféle egységet, vagy párbeszédet egyáltalán arról, hogy a Magyarországon jelenlévő politikai pártok akarják-e az olimpiát, akkor le kellett ülni ezekkel a pártokkal, nem? A BOM-nak részt kellett. Miért? Az egy szakmai. Hát mint bármelyik szakmai szervezet vagy civil szervezet a saját ügyét, mikor képviseli, akkor természetesen tárgyal a politikával. De hát most nem azt jelenti, hogy helyzet, nem? Nem azt jelenti. Hát milyen hát esetben tárgyal a politikával. Az ugyanaz, igen, a helyzet által. De az egy civil szervezet meg a politikával kellett volna tárgyalni. Momentummal és érvelünk velük szembe, vagy más az, hogy közösen kampányolunk. Jó, én csak azt gondolom, hogy a népszavazás ez nem egy ilyen elvetendő dolog, hogyha a BOM esetleg beállt volna mögé, akkor mi történik? Látod, ez lett volna egy nagy probléma. Ha leülünk, akkor, mint ahogy elején még nyitottak voltunk, de aztán amikor egyre inkább látszott, hogy ez teljesen egy politikai csata, amiben ráadásul a kormány oldal meg teljesen visszavonult. Ez azt jelentette volna, hogy én leülök mondjuk a Momentum elnökével vitázni, és akkor az úgy néz ki, mintha a BOM a népszavazás ellen lenne. Tehát ez nem, még hát véletlenül se ezzel szemben. Nem. Hát persze, aki úgy akarja beállítani, az nyilván ezt gondolja, de valójában nem. Például ez bennem egy komoly kérdés, hogy az nem kommunikációs hiba egy civil szervezetnél ennyire beleolvadni a kormányzati kommunikációba. Tehát amikor a kormány se kommunikál, akkor a civil szervezet se kommunikál, egyszerűen egybecsengtek. Hát ha így akarod látni, akkor így látod, de nem ez volt a helyzet. Voltak egyeztetések a BOM és a kormány között időközben? Nem a kormány, hanem csak is a pályázati bizottság és a BOM között. A kormánnyal nem tárgyaltunk. A BOM-on belül hogy oszlott meg, hogy ki az, aki mondjuk népszavazást szeretné, és ki az, aki ezt elutasítja? Vagy százalékosan? Hát ezt nem tudom megmondani, mert így nem tartottunk ilyen szavazást vagy felmérést, de magába az, hogy egy sajtóközleménynek a szövege milyen legyen, ott elakadtunk. Lehet, hogy nem is ellenezték volna? Vagy mit? Azért körbekérdezték a tagokat, hogy ellenzik vagy támogatják a népszavazást? Volt ez is, az is. De még egyszer mondom, tehát mikor leülünk vitázni, mondjuk mi, akkor mi azt képviseljük, hogy az olimpia miért jó. Ezzel szemben mi áll, hogy most menjen el valaki szavazni, vagy nem menjen el szavazni? Te mit gondolsz erről? Most a BOM-ot vegyük ki, mint szervezetet, aki jó, oké, nem tud megfogalmazni sajtóközleményt, mert azzal nem tud mindenki egyetérteni. A BOM elnöke mit gondol? De miről? Hát, hogy népszavazást jó lett volna, nem lett volna jó, érdemes lett volna bele? Hát én azt gondolom, egyértelművé tettük, hogy mikor megvolt az aláírás, akkor nem kérdőjeleztük meg, hogy nem kéne népszavazás erről, hanem mellé álltunk az ügynek, hogy legyen népszavazás. És el is kezdtük aktívan a részvételt rögtön a vitába, és mentem is, és ott is voltam, még abban a pillanatban is, amikor lemondták. De ezt azért is kérdeztem, mert 2014-ben az Origón adtál egy interjút, ott megkérdezték tőled, már 2014-ben is téma volt, egyébként korábban is volt, többször fölmerült, hogy legyen egy referendum, de hogy szükségesek írni referendumot a budapesti olimpiai pályázatra, és ezt mondtad, a leghatározottabban az a véleményem, hogy nem. Az olimpia megpályázása és megrendezése olyan komplex, elsősorban gazdaságpolitikai, stratégiai kérdés, amelyel kapcsolatban az állampolgárok döntő többségének soha nem lesz elég tudása ahhoz, hogy ne érzelmi, hanem átgondolt, racionális döntést hozzon. Igen. Tehát, hogy te nagyon határozottan ellene foglaltál állást, még akkor is, amikor a helyzet nem volt éles. Igen, mert akkor elég erősen a politika egy oldalon állt. Ugye akkor volt a fővárosi egyeztetések, a fővárosi frakciók között, és igazából a referendum akkor lett volna szükségszerű abban a pillanatban, hogyha egy teljes megosztásban lett volna mondjuk 50-50%-ban a politika, tehát lett volna egy padhelyzet, de miután a politikai pártok induláskor nem ellenezték, leszámítva a két kisebbik pártot, ezért teljesen, hogy mondjam, legitim volt az, hogy ezt a főváros vezetése, a Magyar Olimpiai Bizottság megerősítve az országgyűléssel viszi és vállalja érte a felelősséget. Ugyanakkor nem is volt igazából senki az ellenkező oldalon, aki azon kívül, hogy esetleg kívánta volna a népszavazást, tett volna valamit érte. Hát csak gondoljunk bele, amikor ott volt a vasárnapi boltbezárás ügye. Senki nem hozta az olimpia ügyét, nem hozta a népszavazás igényét az asztalra, nem tette meg az MSZP, amely ugye vitte ezt az egész ügyet, de nem követelték a többi ellenzéki pártok sem. Hát most se rajtuk múlt, azért azt lássuk be, hát hogy nem rajtuk múlt, hanem pont azokon a szervezeteken, akik már annó sem támogatták az olimpiát, vagy hát 2014-ben már parlamenti pártok voltak, de akkor, amikor az első egyeztetések elkezdődtek, még nem voltak parlamenti pártok, és pont ezért merül föl bennem ez a kérdés, hogy hát nem az van, hogy egy népszavazás, és ezt azoknak is fel kell ismerniük, akik nagyon szerették volna az olimpiát, és utána, ha felismerik az elején, akkor ma nem itt tartunk, ahol ma. Hogy egy népszavazás, szóval az országban az emberek sokkal ritkábban cserélődnek, mint a politikai pártok, vagy szóval nem, legalábbis nem, igen, tehát nem változnak olyan gyorsan, hiszen van itt 10 billió ember, azok itt élnek, többnyire maradnak, vagy elmennek, de azért mégiscsak ide kötődnek a pártok, meg nem. Szóval hogy mégiscsak az van, hogy mindenféle politikai egyetértést felülír egy népszavazás. Akkor ezzel az erővel mindenhol számon kérhet a közvéleménye a népszavazást minden egyes főprojektben. Hát most ez esetben lehet, hogy hasznos lett volna, hát nem minden egyes főprojektben van ilyen ellenállás. Ma visszatekintve, oké, könnyű ezt mondani, de ha nem volt olyan erő, amely komolyan akarta volna, és rendelkezett volna azzal a szervezeti kapacitással, hogy ezt megtegye, akkor lett volna népszavazás, de nem volt. Mm. Még van egy dolog, amit muszáj megkérdeznem, mert azt gondolom, hogy ezeken is múlt. Amikor elkezdődött most ez a kampány, ez a népszavazás kampány, akkor igen szélsőséges vélemények láttak napvilágot. A hazaárulózástól elkezdve a mentálisan sérültezésig. Hát a lehülyézés az a legegyszerűbb, mindkét oldalról ment egyébként, de ez a hazaárulózás meg mentális sérültezés, ez kifejezetten az olimpia pártiaktól érkező kritika azok felé, akik a népszavazási kezdeményezést aláírták. Hogy egy ilyen helyzetben vajon meg kell-e szólalnia? Ezt nem tudom, kérdezem, meg kell-e szólalnia egy civil szervezetnek? Hát, hogy ez nem az a hang, nem? Szóval, hogy ez a hang nem félrevisz. Láthatóan megtette, félrevisz. Szerintem totál kontraproduktív hang nem volt. De hogy nem kellett volna, és most tényleg minden ilyen feltételes mód és múlt idő, de hogy nem kellett volna, akkor azért a BOM-nak mégiscsak azt mondania, hogy nem hazáruló az se. Én azt gondolom, hogy senki nem képviselte a BOM-ot, sem az olimpia pártiakat. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem feladatunk, hogy mindenféle szélsőséges egyéni megnyilvánulásokat mi nekünk le kéne reagálni. Azt gondolom, hogy a mi tisztességes hozzáállásunk mind a demokráciához, mind az olimpiához önmagába kell, hogy követendő példa legyen. Mi elfogadjuk az olimpia ellenzők véleményét, megértjük, hogy nem támogatja ezt mindenki, megértjük a félelmeket, sőt hallgatunk is rá, és figyelünk, és nyilvánvalóan a következőkben ezt nagyon bele is kell építeni az egész kommunikációba. Sok mindent máshogy kell csinálni, ha lesz egy következő pályázat, de hát egy ilyen szélsőséges és nagyon viharos két hétben nem éreztük, hogy a mi feladatunk lenne ebbe az egész csatába beleszólni bárhogy. Folyamatosan csúszott el a dolog, tehát folyamatosan egyre szélsőségesebb lett, folyamatosan egyre valószínűsíthetőbb volt, hogy ezek a megszólások nem az olimpia malmára hajtják a vizet, csak ezért. Ezzel egyetértek, és borzasztóan sajnálom és elfogadhatatlannak tartom minden szélsőséges megnyilvánulást, nyilván ezen az oldalon ugyanúgy, mint a másikon, és nem csak olimpia kérdésben. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy a demokrácia ilyen, hogy vannak mindig győztesek a véleményformálásban és vesztesek, és ezt méltósággal kell elfogadni és ezzel együtt élni. Szerinted, ha a politika, ha a miniszterelnök a neki feltett kérdésre, például a hazárulózást megkérdezték tőle és nem reagált rá, élesebben reagál, ha ettől elzárkózik, ha megpróbálja normális mederben tartani a párbeszédet, akkor ma ugyanitt tartunk? Nem tudom, nem tisztem a miniszterelnök nevében gondolkodni. Persze. Szóval ezen az ügyön nem segít a szélsőséges megnyilvánulás, és elítélem magam is ezt. De ennél többet nem tudok tenni az ügyért, mint hogy példát mutatok a fellépéseimmel, a szerepléseimen keresztül, hogy volt is mód, azt gondolom, mindenkinek látni. Éles helyzetben volt egy-két vita az elmúlt időszakban. Igen, most az elmúlt időszakban volt, és hát pont ott ért téged is a hír, hogy nem lesz olimpia, vagy a döntés értelemben nem lesz olimpia. Azért az egy nagyon faramúci helyzet, hogy 12 évig dolgozik valamire az ember, és egy kerekasztal beszélgetés közepén jön a hír, hogy döntöttek, hogy nem lesz. Ezt akkor te hogy értékelted? Nem kellett volna egyeztetni veletek is? Hát végeredményben a BOM-tól indult, nem, ez így nem teljesen igaz, előtte is voltak már politikai tapogatózások, de hát a BOM nagyon aktív szerepet vállalt az olimpiában, és mégis totál nélküle hoztak egy döntést. Hát nem is örültem neki. Azóta? Tehát azt gondolom, hogy egy ostromlott várvédőiként ültünk kint. Nem csak én, ugyanakkor párhuzamosan ment egy másik vita, ahol a Fűrjes Balázs állt helyt az olimpia pártiak nevében, tehát mikor ott vagyunk kinn a frontvonalba, akkor ez nem volt egy szép dolog. És azóta volt bármiféle beszélgetés a döntéshozókkal? Hát volt persze. Fűrjes Balázsra egyeztettünk előtte is, utána is, Szabó Tündével is. Az, hogy a BOM 2028-ra cserélte utána a saját fejlécét, az mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy megyünk tovább, az élet megy tovább, a világ fejlődik, és mi nekünk nem visszafelé kell tekinteni, nem gyászolni kell folyamatosan, sőt, mint egy civil szervezet, amely ebben az ügyben már elég sok tapasztalattal bír, hasonló érzéseken mi már átestünk 2010-ben is, példát kell mutatnunk. De a 2028 ez egy céldátum, ez egy új céldátum, ami mögött van valami megegyezés? 2028 a következő elérhető dátum. Jó, tehát, ez világos, hát 4 évente elérhető egy dátum. Hát azt gondolom, hogy most a következő lépés az, hogy meg kell várni szeptembert, hogy mit dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Aztán annak a döntés fényében látjuk, hogy mik valójában a realitások. Mert ha Párizs dönt, akkor 2028 nem reális. Még az sem egyértelmű, mert azt gondolom, hogy, és egyébként erről még nem esett szó, hogy, és ez fontos hangsúlyoznom, hogy gyakorlatilag minden politikai párt racionálisan viselkedett ebben az egész csatában. Mindenki azt hozta és azt tette, amit nagyjából várható volt tőle. Ami miatt eljutottunk ide, az nem úgy kezdődött, hogy a Momentum megjelent, hanem úgy kezdődött, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem vette komolyan eléggé még mindig a problémáinak az orvoslását. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság segít a pályázóvárosokon sokkal inkább, sokkal többet, mint amit az elmúlt időszakban, akkor a pályázóvárosokban az olimpiapártiak könnyebben tudták volna képviselni az olimpiának a pozitívumait az ellenzőkkel szembe. Sajnos az olimpiák története meg van terhelve az elmúlt időszakban néhány nagyon rossz példával, az egyik a legutóbbi a riói példa. Nyilván így egyre nehezebb és nagyobb hegyet kell megmásznia az olimpia mellett érvelőknek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság észrevette, hogy zsákutcába került, és bevetette ezt az Agenda 2020 nevű, vagy 2020 reformprogramot, amelynek az első próbáit éli meg. De ebben sem segített, hogy ezt az egészet népszerűsítse, megismertesse, mert ez új? Fontos. Vagy mi nem hát, hogy mi az a változás a koncepcióban. Abban, hogy az agenda konszuszat tehát, hogy ezt ott hagyta a pályázóvárosokra. És nyilván a terhelt múlttal a pályázók egyre keményebb feladat elé vannak állítva. És ennek eredményeképpen 4 város elvérzett a 24-es versenyben, és mind a 4 város úgy, hogy az ellenzők végül is megakasztották a pályázási folyamatot. Tehát azt mondta, hogy népszerűtlenebb az olimpia, mint valaha, persze, vagy az olimpia rendezés. Ezért nyilvánvalóan a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak komoly változásokat kell foganatosítani az egész pályázás folyamatában, mert ha ez így folytatódik, nem lesz pályázó. Jó, de most ilyen szempontból, ha Párizs nyer 24-be, az nem jelenti azt, én szerintem, hogy Európa nem nyerhet 28-ba, mert azt gondolom, hogy ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem fog komoly változásokat hozni, akkor 28-ba a rotációs elv valószínűleg elveszti jelentőségét, és örülhet, ha egyáltalán jelentkeznek. Jó, de ezen a gondolkodáson túl bármilyen egyeztetés van a 2028-as dátum között? Ugye 3-an hozták meg azt a döntést. Nincs, semmiféle ezt. Mi nekünk nem is kell ezt egyeztetni, hisz nem tudjuk, hogy 18-ban ki fog kormányt alakítani, milyen formációban. Igen, de pont ezért kérdezem, hogy ugye 3-an voltak ott, amikor a döntés megszületett, a miniszterelnök, Borkai Zsolt a MOB elnöke, és Tarlós István Budapest főpolgármestere. Ugye gyakorlatilag ők 3-an döntöttek úgy, hogy akkor nem lesz olimpiai rendezés. Bármelyikükkel volt egyeztetés azóta? Nem volt egyeztetés. Aha, tehát hogy csak ennyi egy ilyen üzenet, hogy nem lesz olimpia. Így van. És innentől a BOM dönti el, hogy hogyan kampányol és miért kampányol tovább. És akkor ezek szerint az a terv, hogy a következő elérhető dátumokra készülni. Hát persze ez nem így van, hogy most csak úgy megyünk, mint aki nem is vesz tudomást, meg nem is érti a világot. De nyilvánvalóan kell mert ugye a másik az lehet, hogy kirakunk egy gyászszallagos képet, és lehúzzuk a rólót és befejezzük. De hát ez nem erről szól. Egyrészt, amikor létrehoztuk ezt az egészet, egyrészt tudtuk azt, hogy ez egy hosszú menet, telerögös akadályokkal. Azt is tudtuk, hogy nem a cél, nem a megérkezés a lényeg, hanem az odavezető út, és a start, és azon menni kell. Az aktuál politika változik, kormányok jönnek, mennek, ki olimpia barátabb, ki olimpia ellenzőbb. a légkör változik, de önmaga az olimpia ügy, maga az, hogy egy gazdaságépítő, országfejlesztő projekt, ami egy határidővel, iránnyal bír, amelyre nagyon szüksége van a magyar gazdaságra, mert gyakorlatilag az Európai Unióba lépésünk óta úgy lebegünk. Az euró volt még előttünk egy céldátum, azt eldobtuk. Azóta nincs igazából egy olyan... Tehát a ciklusok, a választások szabják. Na ez az. És ez nem jó a gazdaság szempontjából. Az összvisz rendező elv az egyik választás és a után következő másik választás. Szerintem itt kérdés sincsen, meg egyébként a Momentum, ha jól emlékszem, úgy kezdte a kampányát, hogy ő nem tartja elvetendőnek az olimpia gondolatát Budapesten, de nem most tartja valószínűleg, amikor, és akkor innen jön az a politikai szöveg természetesen, hogy iskolák, kórházak, stb. Ezeket kellene fejleszteni. De még egy kérdést akartam, hogy azt mondod, hogy nemzetközi szinten is népszerűtlen az olimpia. Szerinted erre nem tett rá egy jó nagy lapáttal, hogy Magyarországon éppen mennyire népszerű mondjuk a különböző sportesemények és infrastrukturális beruházások, nem tudom, környezete? Tehát, hogy tudom, hogy nem szereted ezeket a számokat, meg egy kicsit biztos félrevisznek, de azért itt van a dagályberuházás, sokszorosára nőttek a költségek, tudnánk még idézni ilyeneket, aztán azt mondja éppen Fűrjes Balázs, hogy hát csak blöff volt a látványterv. Miért feltételezzük, hogy az olimpiai tervek nem pusztán blöffök, amelyek átalakulnak, amint valóban megkapja Magyarország a szervezést, ahogy Görögországban megtörtént például, hogy helyszíneket azonnal, embereket leváltottak. Tehát hogy pontosan ezek az itt előttünk zajló beruházások és drágulások, Puskás Stadion, igen, hogyha így állunk hozzá, akkor tényleg ilyen negatív a kép. De ha elkezdünk a részletekbe belemenni, akkor megértjük, hogy teljesen más dolog az, amit a sajtóba olvasunk, és más az, ami a valóság. Az úszóvilágbajnoksággal kapcsolatban a tény az, hogy volt egy szoros határidő az előkészítés részére, hisz eredetileg 21-et nyertük el, és 7 év a felkészülés helyett 17-re előre hoztuk, és volt fél év az előkészítés. Az, hogy milyen rajzok készültek nyilvánvalóan a pályázathoz, az egy dolog. Az, hogy mi az, amit a parlament elfogadott végső tervként, és mi volt végső költségvetésnek megállapítva, az a kérdés. És abban nem történt változás, ami miatt azt gondolja sok ember, hogy megnégyszereződött a költségvetése az úszóvilágbajnokságnak, az nem az, hogy ugyanaz a kocka úszoda ára megnégyszereződött, hanem az, hogy menet közben a tervezésbe bele lett építve sok olyan angyalföldi fejlesztés, amelynek ára van. Igen, ez az, ami már nagyon nehezen követhető, vagy nem átlátható, de mondjuk a Puskás Stadionnál ott más a helyzet. Tehát a Puskás Stadionnál... Ahhoz nem értek. Azt még csak az újságból olvastam én is, mert eddig szóba se jött. Hát akkor, mint újságolvasó, te is látod, hogy egy csomóan bizalmatlanok. Igen, lettek. De azt megtanultam, hogy ami az újságokban le van írva már ezekkel a fejlesztésekkel kapcsolatban, azt nem szabad készpénznek venni. Tehát ha valami érdekel, és ez is érdekel, utána fogok járni, és nyilván nem azt veszem készpénznek, ami ott írva van. Kicsit személyeset kérdezhetek? Persze. Neked miért fontos annyira az olimpia? Azért, mert fontos a hazám és az ország jövője, és azt gondolom, hogy mint közgazdász hiszek abban, hogy nagyon hétköznapi nyelvre lefordítva sok mindent megteszünk azért, hogy akkor, hogyha van valami dátum, valami nevezetes dátum. Ha csak nagyon egyszerű példát vegyünk, televíziót nem veszünk minden nap, viszont ha jön a labdarúgó világbajnokság, akkor veszünk. Ha jön a karácsony, akkor nyilvánvalóan előtte rendbe rakjuk a lakást. Noha egy évig nem ez a mondjuk a prioritás. Szóval az kis hétköznapi életünkben is sokszor azon, ha megvizsgáljuk, azt látjuk, hogyha kinevezünk valami fontos dátumot magunknak, akkor ahhoz képest megcsináljuk a dolgokat. Ez a lényege a vizsgáknak is, az államvizsgának is. Ha nincs, akkor képesek vagyunk halogatni, majd holnap, és azt látom, hogy az országunk sokkal gyorsabban fejlődhetne, de az egyik fő problémája az, hogy nehéz, komplex beruházásokat a politika hétköznapokban elgáncsol a mindennapi politikai csatákban. Ezért, hogy haladjunk, hogy ne, és még a mi életünkben legyen látványos fejlődés, ahhoz bizony kellenek az olyan céldátumok, amelyek a tabukat ledöntik. És módosíthatatlanok. Az belejátszik, hogy a te egyik ősöd a Magyar Olimpiai Bizottság alapítója, hogyha jól tudom, Berzeviczy Albert? Igen. Tehát, hogy van egy ilyen családi örökség is, ami hát az olimpiákat illeti. Nyilván sajnos nincs a családunkban olimpiai érmes, így ez a kötődés van, ez egy olyan szép dolog, ami erőt ad nekem, meg nyilván feltette valahova a lécet, de nem... Nyilván nem a mindennapi cselekedeteimben és hitemben nem ez befolyásol, ez csak egy olyan klassz erő. Jó, de gyerekként kaptad ezt a mesét? Nem, ezt ráadásul nem is tudtam addig, amíg a bomot létre nem hoztam. Tehát miután létrehoztad a bomot, akkor derült ki, hogy Berzeviczy Albert meg a mobot hozta létre. Pontosan azért, mert a Magyar Olimpiai Bizottság nem játszott komoly szerepet a 19. században. Annak az alapítása körülbelül olyan volt, mint a BOM alapítása a hírekben 2005-ben. Tehát, és ráadásul a családunkban ez az egész sport dolog nem volt téma. Sokkal fontosabb volt, hogy ő 30 évig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt, meg a Tisza kormány kultusz oktatási minisztere. Na, ezekről hallottam sokat. Aztán, amikor a családban is észrevették, hogy nálam az olimpia az nem csak egy sport tevékenység, mert hát mindig is jártam edzésre tusázóként, hanem már egy komolyabb országfejlesztő terv, és ami mögé képes is vagyok a szabadidőmet felsorakoztatni, akkor jött szóba ez az egész, hogy egyébként hallottál, vagy tudod-e, hogy... És te akartál olimpiai bajnok lenni? Nagyon. Milyen sportágban? Öttusában. Szlalomkajak, bocsánat, de annyiszor említetted a szlalomkajakot, én nem tudom, honnan jött a szlalomkajak. Nem, egyszer említettem a Magyar Narancs interjúba, és hát jellemző az elmúlt hetek közállapotára, hogy az ember elmond egy értelmes érvet valami mellett, a sportágak infrastruktúra fejlesztése volt kérdezve tőlem, és például hát ugye a kajak-kenu sport az egy első számú sikersportágunk. Annak egy alfaja gyakorlatilag a szlalomkaja. És akkor utána ebből ugyanúgy címszavak lettek, mint ahogy egyébként a 3-as metróval kapcsolatban, noha az is egy teljesen másra vonatkozott. Na jó, nem szlalomkajakban akartál olimpiai bajnok lenni, nem, hanem? Öttusában. És meddig vitted? Nem messze, mert sajnos egyrészt későn kezdtem a technikai számokat, mert én Tatabányáról származom, és ott nincs öttusa szakosztály, ott csak futni tudtam és úszni, és 18 éves koromban kerültem fel Pestre. És, az addig biatlon, nem? És duatlon. Vagy duatlon, bocsánat, igen. És innentől kezdve nem vettem tudomást, hogy ebben már késő álmodozni, aztán jött a lószőrallergiám, és az teljesen betett az egésznek, úgyhogy le kellett mondani erről, és aztán helyette jött a közgazdászpálya. Ami szinte ugyanaz. Szinte ugyanaz. Tehát mindegy, ugyanakkor a szerelem jött. De a magyar sport iránti szeretetem és megbecsülésem az megmarad. De jársz mondjuk olimpiákra nézőként? Jársz, persze. Nem tudom, itt volt most az EB, jársz a VB-kre? Járok sportversenyekre, mert természetesen azt is nagyon ugye szeretem. Ugye a Vívó Szövetségben sokáig voltál tisztségviselő, akkor mondjuk elsősorban vívó versenyekre jársz? Nem. Hanem? Bármi, ami izgalmas, akár tenisztől kezdve az úszásig, minden. Hány olimpián vettél részt? 10. 10 olimpián? Igen, Barcelona volt az első. 92. Aztán, igen, aztán néhány téli olimpia is. Ja, úgy 10, igen. Úgy jön ki. De mind teljes mértékben saját magam, mint turista, mert érdekelt az egész. Mind a versenyek, aztán egy idő után már érdekelt az egész millió, amiben ez az egész rendeződik, szerveződik. Tehát ez egy, mint maga a projekt és egy élmény, fantasztikus. Hát akkor lehet, hogy már akkor beszippantott, és akkor eldöntötted, hogy szeretnél egy ilyet. Hát az sokat segített. A barcelonai olimpia az megnyitott egy teljesen más világot előttem. Aztán 2004-ben, mikor megválasztottak a tőzsde elnökének, utána kezdtem azon gondolkodni, hogy most már nem csak álmodozni kéne, hanem valamit tenni is, főleg, hogy beléptünk az Európai Unióba, előttünk egy teljesen új jövő, lehet álmodni nagyot, csináljunk érte, és nem mindig csak azt várjuk, hogy a politika meg a kormány oldja meg a problémáinkat, és csináljanak, igen, hanem mi civil oldalról is kezdeményezzünk. De ez érdekes, mert rendszerváltó fiatal vagy, igen, tehát nagyon hittél akkor a politikában, ugye? Igen. Egy kampányfilmben is szerepeltél. Így van. De azt hiszem, hogy akkor a Fidesz mellett kampányoltál. Nem, akkor Fidesz és SDS mellett egyformán, mert édesapám akkor ugye SDS színekben nyert egyéni választókerületi tett Tatabányán 1990-ben, és egyébként még fiatal gimnazista voltam, amikor lejött hozzánk Deutsch Tamás a gimnáziumba, és magával ragadott a beszéde, amit ott tartott, és aztán hazamentem, és mondtam, hogy hát az hogy? A mi korosztályunknak a Fidesz a jövő. És akartál politikus lenni, vagy politizálni? Vagy ez hamar elmúlt? Nem, ez, azt gondolom, hogy ezt szeretik megkérdezni tőlem, nálunk a család... Hát vannak, van háttere a történetnek, hisz több generáció, a kommunizmus 50 évét leszámítva mindig képviseltetve volt a parlamentbe, vagy akár a kormányba, de azt gondolom, hogy eddig több sikert, vagy nagyobb örömet szereztem a civil oldalon, a közéleti tevékenységemet illetően, mintha beültem volna bármilyen pártszínekbe, a parlamentbe. Nem győzött meg egyenlőre semmi arról, hogy nekem feltétlenül föl kéne adnom a civil életet, és rohannom kéne professzionális politikusnak. De sőt, neked igen sok konfliktusod volt mindenféle kormányokkal, úgyis konfliktusod volt, mint annó a Bét elnöke, ha jól emlékszem, igen, tehát akkor is rendesen konfrontálódta az akkori Gyurcsány kormánnyal. Aztán később meg a nyugdíj előtt takarékosságon dolgoztál, amit egy másik kormány, ugye ez már az Orbán kormány gyakorlatilag eltörölte, vagy hát minden esetre szembe ment az előtakarékosság gondolatával, szóval, hogy neked alapvetően lépten-nyomon konfliktusod van a politikával. Noha felmerül a neved, vagy felmerült, mint lehetséges miniszterelnök jelölt is. Ez, jó, mindegy, felmerült. Tehát, hogy... Én azt gondolom, hogy jó dolog hatni, alkotni, és nem kell ahhoz politikusnak lenni, hogy hassunk és tegyünk az országunkért. Ha viszont valamiben nagyon hiszek, és ráadásul a nevemet adom hozzá, akkor azért nagyon tudok harcolni. És általában ezekben a harcokban mindig ott van valahol a törvényhozás, amit meg kell valahogy győzni. És ez külsőknek valószínűleg konfliktusnak hat, belül valójában érdekérvényesítés? Így van, az a megfelelő szó. Tehát, és ez az, amiben az elmúlt 10 évben edződtem, meg tapasztalatot szereztem, és ez fekszik nekem. De mondjuk egy ilyen olimpia, ha egyszer összejön Magyarországon, az biztos, hogy a te nevedhez is fog kötődni mindenképpen. Azért ez egy olyan siker, amire lehet politikai pályát építeni egyébként. Hát erre szoktam azt mondani, egy másik kritika az olimpiával szemben, de hogy azok a vállalatok azért csinálják ezt az egész, mert jó, meg akarnak gazdagodni. Na most azt kell, hogy mondjam, főleg az elmúlt egy hét tapasztalata után, hogy az a vállalat és az a politikus, aki erre építi a karrierjét, meg az üzleti tervét, az lehet, hogy nem vehető komolyan. Még két kérdésem, az egyik, hogy szerinted a 28-as dátumban partnerek lesznek-e? Pártok, multik, támogatók? A politikában azt gondolom, semmi nem kizárt. Soha nem lehet azt mondani, hogy soha többet, meg semmi. Ahogy mondtam, meglátjuk, hogy mit hoz a 24-es döntés, mit hoz az IOC fejében, milyen változások fognak történni, és mit hoz a 18-as választások. És utána fog eldőlni, hogy milyen távolra került is a budapesti olimpia tőlünk. Akkor most minden esetre van idő egy kicsit összeszedni a bomot, vagy rendezni a sorokat, de még azt akartam kérdezni, hogy neked van egy másik projekted is, ami még odébb van, hogy ebből lássunk is valamit. Az első világháborút követed nyomon, fényképezed a helyszíneket, illetve sok helyen vannak megemlékezések, politikai események, akkor te igyekszel odautazni és ezeket mind megörökíteni. Most erre lesz időd. Az biztos. De azt nem szabad elfelejteni, hogy a BOM körül az élet nem csak az olimpiára koncentrálódik, hanem nekünk van egy ösztöndíj programunk, amit egyébként olimpiától függetlenül viszünk most már évek óta. Közel 50 magyar válogatott sportolónak fizetjük a tandíját egyetemen főiskolai tanulmányaikhoz. Úgyhogy ebbe van teendőnk, és idén is hamarosan meghirdetjük, hogy kiket emeltünk be a 2017-ben. De most, ha egy fontossági sorrendet állítasz fel, akkor elé kerül az első világháborús nyomkövetés? Ezek nem kerülnek egymás elé vagy utána. Teljesen párhuzamosan, egyformán fontosak? Nagyon fegyelmezett vagyok, úgyhogy ezt is vinni kell, azt is vinni kell. A céldátumok nagyon fontosak, azok tudják rendezni az ember életét. Igen, az első világháború esetében viszonylag kőbevésett a céldátum, hogy mikor van annak valamiféle évfordulója. Jövő november 11-én véget ér az egész centenáriumi sorozat. Hát akkor most sok sikert ahhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettünk. Szalay-Berzeviczy Attilával beszélgettem, aki 2005-ben elkezdte az olimpiáért való kampányolást, és ahogy elmondtam, ma nem is adja még föl, tehát nyitott a kérdés. Ha visszanéznék ezt a műsort, akkor megtehetik a Hír TV oldalán, a YouTube-on vagy a Facebookon, keressenek engem. Jó éjszakát kívánok!